Hihetetlen, de már 42 éve volt Farkas Berci történelmi űrrepülése. Eredetileg 2 évvel ezelőttre tervezték az esemény megünneplését, de a koronavírus közbeszólt. A 73 éves űrhajós ugyan több mint 4 évtized után vezethetett újra sugárhajtású gépet, és eredetileg csak egy nagyon könnyed kis repülésre készült, ennek ellenére egy bámulatos bemutatót csinált. Egy egészségügyi és mentális felmérés után egyébként bárki elmehet egy körre a repülőgép állandó pilótájával, de előre szólok, az nem lesz sétarepülés. És valószínű az a valaki, aki bevállalja a repülést, az nem Dézsi Zoli lesz, aki egyébként a riportot is forgatta, mert hogy ő már évekkel ezelőtt kijelentette, soha többé nem repül. Nagy az izgalom a tököli repülőtéren, hiszen nem akárkit várnak ide. Kölcsönvéve Hadházi László poénját, hamarosan itt lesz az összes magyar űrhajós, vagyis Farkas Bertalan. Az ország Bercie jó régen nem vezetett már sugárhajtású repülőgépet, de ezen a napon fog. Pilóta társa szerint nyugodt repülés lesz. Nyilván nem az a cél, hogy nagyon veszélyes repülési manővereket mutassunk be, semmi kockázat nélkül végrehajtunk egy szép emlékrepülést. Én attól tartok, hogy ezt nem mondták meg Farkas Bertalannak, ő ugyanis, és most előreugrunk az időben, Szilaj Csikóként vezette a gépet. Itt éppen 360 fokban fordítja meg a repülőt, vagyis a földet nézi egy pillanatra. Most pedig meredeken húz felfelé, hogy azután zuhanásba menjen át. Na ez volt az a szituáció, amit már a kameránk sem bírt, és egyszerűen kikapcsolt. Ezzel persze már el is árultam a lényeget, az űrhajós nem felejtette sugárhajtású repülőgépet vezetni. De most térjünk vissza oda, amikor még nem érkezett meg a tököli reptérre, ahhoz a Delfin nevű szerkezethez, amelyet neki húztak ki aznap a hangárból. Egyébként pilótatársa, Szakács Gábor sem akárki, eddig 16.500 órát, vagyis közel 2 évet töltött a levegőben. Erről a gépről azt kell tudni, hogy annak idején a Varsói Szerződésnek a legnagyobb darabszámban gyártott sugárhajtású katonai kiképző vadászrepülőgépe volt. Ebből több mint 3500 darab készült. Ez azt jelenti, hogy mai napig világrekorder darabszámban. Ez a gép 51 évvel ezelőtt készült, de ránézésre olyan, mintha új lenne. Szinte hihetetlen, de ez a kecses fémcső több mint 2 tonnás és közel 700 km/h sebességre képes. Még egy adat az erejéről, 14 méter tud emelkedni másodpercenként. Vagyis 1 perc alatt több mint 840 métert megy felfelé. Csak hogy átérezzük, mekkora távolság ez. A világ legmagasabb épülete, a Burj Khalifa, nincs ennyi, az csak 828 méter. A gép előkészítése befejeződött. Pilóta és repülési vezető már csak arról egyeztet, hogy előre vagy hátra üljön-e Farkas Bertalan. Ez azért is jó, hogyha Berci beül előre, igen, akkor ugye megmutatom neki, hogy ez a kapcsoló biztosan, és akkor ezt a gombot nyomja. Jó. Azután megérkezik az űrhajós, és azonnal el is tűnik egy kék konténerházban. Hogy azután olyan 15 órával később az űrruhájában jöjjön ki. Még az én generációm által oly jól ismert Interkozmosz embléma is rajta van. Hogy mit nem adtam volna én annak idején egy ilyenért? Néhány fotó a régi kollégákkal, és Farkas Bertalan már meg is pillantja a gépet, amelyet talán vezetett is valaha úgy 50 évvel ezelőtt. A pilóta persze mindig pilóta, így először körbesétálja a Delfint. Pontosan tudja, hogy Szakács Gáborék már mindent leellenőriztek töviről hegyire, de azért ő is látni akarja, hogy rendben van-e minden. Minden rendben van, pontosabban majdnem minden. Hogy mi nincs, arra már régi pilóta és tábornok társától kérdez rá. Te? Itt vagyok. Voltam itt Delfinünkön, törzsféka. Biztos. Ez a bizonyos tábornok társ amúgy szintén legenda, a magyar légierő nyugalmazott tábornoka, no és persze régi barát. Igen, 1968 óta ismerjük egymást, és hát Szolnokon, illetve Békés Csabán repültünk először. Ezen a lassan 45 éves képen mindketten rajta vannak, Buczko Imre a bal oldalon, míg Farkas Bertalan a másikon. A többiek sem akárkik,
Ők voltak ugyanis a kiválasztott hetek, vagyis ők heten lettek űrhajós jelöltek a több száz jelentkezőből. Ez egy nagy lehetőség volt, nagy kaland volt. Igazából nem volt ez verseny. Az utolsó négyben én is benn voltam a moszkvai kiválogatáson, estem én is ki. Következhet a repülőgépbe való beszállás, ami nem is olyan egyszerű feladat. Egy majd 2 méter magasságban lévő, vékony, csőszerű valamibe belépni, na ehhez még egy űrhajósnak is kell egy kis segítség, de Berci azért megoldja valahogy. Azután az is kiderül, hogy 1977-ben, vagyis 45 éve vezetett utoljára Magyarországon sugárhajtású repülőgépet. Van most önben némi izgalom? Az izgalom az van benne, hogy valamikor nem itt szálltam be, hogy most segíteni kell. Valamikor egy kicsit fiatalosabban, de igen. A gépet azután elvontatják a felszállás helyszínére. Bertalan már benne ül, komolyan néz maga elé. Szerintem már a közelgő repülés részletein töpreng. Mehet? Igen. Összegyűjtjük a fület? Azután feldübörög a motor. A tévén át önök nyilván nem úgy hallják, ahogyan mi ott hallottuk, úgyhogy higgyék el nekem, fülsiketítő. Ráadásul szólnak, hogy semmiképp ne kerüljünk a gép mögé, mert onnan most 600 fokos levegő süvít ki, vagyis könnyen válhatunk sült stábbá. Aztán jön a mennydörgésszerű robaj, elindul a gép. A sugárhajtómű 1000-rel dolgozik, másodpercek alatt majdnem 200 km per órával rohan a gép, és már emelkedik is a levegőbe. Nagyságrendben 170 km per órás sebességnél emelkedik el a gép, ez 220-240 km per órára gyorsul, amikor a futóművét behúzza, ezt a Duna fölött már eléri, és kb. 1000 feet-en tartózkodik a repülőgép. Az első forduló, a bal fordulót azt 300-320 km per órás sebességnél végzi el a repülőgép, és azt követően egy ilyen 550-600 km per órás repülési utazósebességet érnek el. Ezzel a sebességgel ugye a 3 perc alatt látják tökörről mondjuk a Velencei tavat. Igen, jól hallották, Tököltől Velenceig 3 perc a repülőgép útja. Gondoljunk majd erre, amikor az M7-esen araszolunk és irigykedjünk egy kicsit. Egyébként Berci, és tudom, hogy a hozzáértők ezért megrónak majd, így dönti be a kanyarban a gépet. Azután jön a repülés egyik legizgalmasabb része, a touch and go. A pilóta meredeken süllyed, kis híján leteszi a gépet a betonra, de azután a talaji érintést követően rögtön fel is húzza. Kezdő repülőgép vezetők ne próbálják ezt ki, különösen ne egy 270-nel száguldó delfinnel. A repülés irányító tisztelettel adózik a teljesítmény előtt, és megkérdezi Farkast, hogy most mi következik. Hotel Fadelta Lima Fox, mi a további terved? Egy 180-as fordulóval a 14-esre leszállnánk, egy balelhajlás jobb fordulóval. No és azután, ahogy ígérte, Farkas Bertalan pont úgy teszi le a gépet, hogy azután beguruljon vele kameráink elé, és egy tőmondatban foglalja össze a lényeget. Megjöttünk! Ön milyen volt? Csodálatos. Ugye azt szokták mondani, hogy aki egyszer tudott biciklizni, az sosem felejt el. Igaz ez a repülőgép vezetésre is? Hát igaz, csak hát annyiféle repülőgép típus van, hogy mindegyikhez másképp kell hozzáállni, finomkodni kell. És akkor most mondom, hogy hogyan járult hozzá Farkas Bertalan Szakács Gábor felnőtté válásához. A mai főpilóta igencsak beteges kisgyerek volt, aki sokszor még enni sem volt hajlandó. Viszont már akkor is pilóta akart lenni. A szomszédnéni ezt használta ki az etetésénél. Rutinos néni előjött a csodával, azt mondta, hogy kisfiam, a Farkas Berci egészségére egy falatot, mégis. És a gyereknek nyílt a szája, egy falat le. Na, akkor hát, ha Magyari Béla egészségére is egy falat le, mert lement, és egy komplett menüsor gyakorlatilag ezekkel a kulcsszavakkal belém lehetett énekelni. Mondta a néni, hogy Berci bácsi orzsót is csinált, na még egy falat. Klassz volt, és úgy más volt.
az űrhajós a kőkemény katonait egy pillanatra jól láthatóan elérzékenyült. Rá is kérdeztem egy órával később, hogy jól láttam-e, hogy kis híján eldörgölt egy könnyet. A válasz persze nem. Biztosan nap a szemembe sütött. Ezt egyébként már az 51-es légibázis nevű múzeumban mondta az űrhajós, ahol pillanatok alatt összeverődött egy nagyobb bacska tömeg a tiszteletére, alig tudtam kirángatni a sokadalomból, de muszáj volt, mert bármennyire is nem akartam, meg kellett kérdeznem tőle, hogy ukránokat és oroszokat egyaránt jól ismerő katonaként, hogy látja a szomszédban dúló háborút. Én 49-ben, tehát a II. Világháború után születtem. Ez a politikusoknak a bűne. Bűne, gondolom én, azért, mert ha nem tudnak leülni és nem tudnak megegyezni, akkor a végén ebből ez lesz. Hogy ne ilyen szomorú témával fejezzük be, megkérdeztem, hogy szerinte mikor lesz már végre újabb magyar űrhajós. Azt mondta, hogy nem kell sokat várni, 2025 körül felszállhat a második magyar, aki nem turistaként, hanem asztronautaként jut majd el az űrbe. A mai fiatalok vélhetően el sem tudják képzelni, hogy Farkas Bertalan a 80-as években mekkora sztár volt itt Magyarországon. Szinte hihetetlen volt, de jól emlékszem, hogy a kamaszlányok mind szerelmesek voltak belé, a férfiak mind űrhajósak akartak lenni, és mindannyian imádtuk azt a félmosolyt, ami állandóan ott volt az arcán. Eltelt azóta néhány évtized, de miután majdnem egy napot tölthettem a tábornok úr közelében, nyugodtan mondhatom, hogy a habitusa semmit nem változott. Komolyan mondom, ebben a vészterhes háborús időben olyan jó volt egy kicsit Farkas Bertalanozni. A Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták.